Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak minden pénteken. Itt ül velem szembe a 300 színben káprázó szemhéjjel Radics Gigi. Sziasztok, hello! Szia! Hogy ilyen szépen ki vagy festve? Hát most éppen egy videóklip forgatásról jöttem, és most az volt a koncepció a videóklipben, hogy ilyen színes legyen a haj, a smink, meg a ruha, tehát minden, meg a háttér is, úgyhogy most ezért jöttem ilyen nagyon színesen. És soha nem gondoltam volna egyébként, hogy valaha majd az Eurovízión ott fogok állni, és azért küzdök, hogy kijussak Malmöbe, hát ez tényleg fantasztikus érzés, és annyira gyorsan történnek velem a dolgok, hogy igazából nem is tudom követni, tehát nem is lehet felfogni. Már 6 éves korom óta én a reflektorfényre vágytam, és én arra vágytam, hogy megismerjenek az emberek, szeressenek, és azt szeressék, amit én csinálok. És tényleg ez annyira fantasztikus érzés, hogy sikerült, mert én rengeteget próbálkoztam, és nagyon sokszor nem jöttek össze a dolgok. Hogy csináld azt, hogy legalább 5 évvel idősebbnek tűnsz, mint a korod? A sokszínű szemfestő. Igen. Én esküszöm, kipróbálom, hogy ennyi a nyitja. Így jövök holnap. Nem, hát igazából az a titka, hogy ugye 8 évesen apukám alapított nekem egy zenekart, akik felnőttekből álltak. Tehát 35-40 körüli férfiakról van szó, és ők a legjobb barátaim a mai napig. És én mindig köztük voltam, és csak felnőttek között vagyok általában. Mondtam ugye, hogy beraksz egy kis Beyoncé-t, esetleg Beyoncé a kedvenc énekesed? Igen, hát ő az én mindenem. Tehát előadó szempontból, tehát ahogy kinéz, ahogy énekel, és ahogy táncol, tehát minden, szerintem azon ő az tökéletes. Mondhatjuk példaképnek. Ő a példaképem, igen. Képzeljétek el, hogy mi egy öltözőben voltunk a Báj Alex-tel. Az pikány! De hát... Báj Alex-nek minek kellett öltöző fel? Na, hogy igen. Nem, hát azért nyilván azért neki is volt stylistja, meg azért ott kellett öltözködnie, meg relaxálnia. Messziről jöttél, kívánj vagy hármat, négyet. Szerintem én meg tudtam maradni ugyanannak az embernek, aki a Megasztár előtt volt, és szerintem ezért is szerettek meg az emberek, és én szeretnék is ilyen maradni, amíg élek, tehát én nem szeretnék megváltozni, de amikor a Quincy Jones olyat mondott nekem, a Michael Jacksonnek a producere, hogy az a világ 5 legjobb hangja között ott vagyok, hát akkor azért szívem az megdobbant, de akkor sem szálltam el, természetesen csak nagyon jól esett a lelkemnek, hogy egy olyan ember, mint a Quincy Jones, aki a Michael Jacksonnel, a Frank Sinatra-val dolgozott, és még sorolhatnám, hát ő ilyet mondjon nekem, ez egy elérhetetlen álomnak tűnt. I'll think of you every step of the way.